Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó frissen megjelent 6. korszakos MAV-Start retro festésű H0 építési nagyságú Y jellegű kocsikat tartalmazó szettjét mutatom be nektek röviden. Először pár szó az eredeti kocsikról. A MAV-Start 2018-ban döntött úgy, hogy a MAV 150. évfordulója alkalmából 5-20-37 300-as pályaszámcsoportba tartozó BD kocsit a fővizsgájuk alkalmával az indigókék alapon vékony csíkos színtervre fest át, amikből kiállítható egy korabeli retro szerelvény. A szegedi honállomású kocsik azóta rendszeres részvevői a különböző retro hétvégéknek, de a hétköznapi forgalomban is találkozhatunk velük. A Rokó egyik 2024-es hazai vonatkozású újdonsága volt ez a most megjelent 4 kocsis szett, amihez várhatóan az ősz folyamán fog még érkezni egy hozzáillő 127-es pályaszámú retro festésű startos szerge is. A kocsik a szokásos Rokó csomagolásban érkeznek, egy nagy átlátszó műanyag dobozban van a 4 kocsi külön akril doboza behelyezve. Azt már szerintem az elején érdemes megemlíteni, hogy mint a tavaly kiadott, arculat frissített színterves MAV Start BD kocsik, úgy ezek a most megjelent járművek is a gyártó német Y kocsiainak csak az átfestései, így a kocsik jellege ugyan megfelelő, de a részletekben eltérések találhatóak, ezeket a korábbi videóban már megemlítettem. A kocsik festése a gyártótól megszokott minőségű, jól eltaláltak a színek, éles és pontos maszkolás jellemzi a kocsit. A feliratozás is megfelelő, éles és pontos minden felirat, emellett a kocsik oldalára tamponozással kerültek fel a nyomógombos ajtónyitók imitációi, és a kerékpárszállítás jelölő piktogram is a megfelelő ablakokra. A tavalyi szériával ellentétben belül már helyesen kéküléseket találunk a narancsfülke sor mellett. A kocsik bicikliszállítós végén a gyártó helyesen nem festette fehérre a korábbi WC kisablakát, és ugyan a belső maradt változatlan, kívülről nézve így jobb az összhatás, hiszen az eredeti kocsikon is rendes átlátszó üveg került ide. A kocsikhoz járnak utólag felszerelhető korlátok, ezeket viszont nem szükséges felszerelni, lévén az automata ajtóval felszerelt nyomógombos kocsikon az átalakítás után nem került elhelyezésre külön korlát az ajtók mellé. Kocsik felhasználhatóság terén elég univerzálisak, akár egy szegedi hibrid Intercity-ben, akár egy balatoni retro szerelvényben megállják a helyüket. Önmagában a 4 kocsi elé, akár egy tetszőleges tartós narancs dízelmozdony, akár valamelyik retro festésű gép tökéletesen illik, de kiállíthatunk belőle egy vegyes gyorsvonatot a tavaly megjelent BD kocsikkal keverve, esetleg ha van korábban kiadott Quabla BD kocsi, akkor az is besorozható közéjük. Továbbá a remélhetőleg még idén megjelenő új színterves Akmeraba IC kocsik besorozásával egy szegedi napfény IC szerelvénye is megidézhető lesz, ekkor startos Trax vagy Gigant passzolhat a vonat elé a nagy szériában kiadott vontatójármű kínálatból. A kocsi szett ára jelenleg 108.000 forint körül mozog, ami 27.000-es darabárat jelent egy kocsira levetítve, ez megegyezik nagyjából a tavalyi kiadott BD kocsikéval. A bemutatott modellek nem saját járművek, a videó készítése céljából kaptam őket kölcsön. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!